Sziasztok, Svid vagyok, és ha már mindig összegyűlünk ilyen csoportos foglalkozásra, és régóta meg akarok csinálni egy gázkaros videót, akkor most ez itt van, sajnos egyfajta kimarad a körből, de teszek be róla képet, szerintem az az egyik legjobb. Na szóval, a gyári inokim, amivel nem lenne bajom, csak pont valahol itt van nekem a kényelmes utazó sebesség, és hogyha van valami úthiba, akkor így megremeg rajta az ujjam, én nem szeretem, de így, mint egy rendes gázkart, így is meg lehet fogni, és úgy tök jó. Aztán a minimotorszos kijelzői egész tűrhető, de hogyha nagyon magas a kormányod, akkor már kényelmetlen, vagy hogyha nagyon alacsony van egy bizonyos határ, ami között még számomra elviselhető, mondjuk most a Bluetranon pont jó, de amúgy nem szeretem a gázkaros kijelzőket, meg ugye vannak a hobby rolleresek, akik ha megtolják a rollert, és sétálnak mellett, akkor véletlenül ráhúznak, vagy egyből abban indítanak, hogy így megfogják, szóval szerintem ez az egyik legveszélyesebb, ez is minimotors. Na hát, amin ez a piros kijelző van, ez egy igazi fostalicska. Hát ez számtalan színben létezik, onnan ismered meg, hogy ha behúzod a gázkart, akkor itt a mágnes. Ennek van a legtöbb gyíkja, vagy elhagyod a mágnest, vagy kilötyög, és pont úgy szorul be, hogy nyilgáztad. Nagyon nem vicces, nem, ezt nem szeretjük. Aztán ez van a Namin, és a Wolf King, igen, a Wolf King GT-ken is, hát szerintem ez a lehető legfosabb és azonnal cserés. Hihetetlen, hogy mennyire undorító, szétkopik, eltörik, lötyög. Ja, ez is már lötyög, pedig nincs sokat használva. Ennél hihetetlenebb vacakgázkar nem létezik a világon, én elhiszem, hogy valakinek bejön, de az azért próbáljon ki mást is, ugyanis csatlakozós, és csak két szint kell megcserélni a Namin is. És nekem a személyes kedvencem, én évek óta mindenkinek azt ajánlom, hogy a félmarkos gázkar, mert avval lehet csinálni tempomatot, egy idő után rájössz rögtön, hogy és megszokott, hogy hogy kényelmes megfogni, szerintem a félmarkosnál tényleg nincsen jobb, és kényelmes is, nem zsibbad a csuklom, és még tudod mellette tolni is. A rollert, ugye ezen kívül van még a telimarkos gázkar, az tényleg nem jó, mert néha rá tudsz húzni úgy, hogy tolod, de ez a félmarkos tökéletes, és itt is csak kettő szint kellett megcserélni. Ultimate-be volt, nem a reklámhelye, de 10 000 forint, és ha már Ultimate, akkor ezen is, és ezen is mindenen le lehet cserélni a gyári gázkart bármire, és Ultimate-be, hogyha akarod, akkor meg is csinálják, hogyha nincsen ilyen irányú képességed, és tényleg érdemes lecserélni. Főleg ezt, meg a piros kijelzősökön, hát ezen most piros amúgy van kékbe is, itt a két gomb meg látszik a mágnes, onnan ismered meg, én a minimotorszon is le szoktam cserélni, hogyha egy rollerem meg van egy bizonyos ideig, mert ugye nem sűrűn van egy rollerem. Na szóval, csak ennyit akartam mondani, hogy azért van egy jó párfajta lehetőség, ez kb. Annyit ér, hogy rátapossál. Remélem tudtam segíteni, köszönöm, hogy megnéztétek, Feed voltam.